Kedves ügyfeleink, üdvözlöm Önöket, én Hajt vagyok, a Nexon Kutatás Fejlesztési Igazgatóságának munkatársa. A Nexon Analytics megoldásunk két éve jelent meg a termékeik között, és ez idő alatt számos hasznos észrevételt és visszajelzést kaptunk Önöktől, amelyek a riportok tartalmára, funkcióira, használatára és megjelenésére vonatkoztak. Számos olyan volt köztük, amelyek specifikusan az önök cégének, szervezetének az üzleti folyamatait, teljesítményértékelését és elemzését segítik, és olyan javaslatokat is feldolgoztunk, amelyek általánosan hasznosíthatók a legtöbb vállalati környezetben. A termékünk fejlesztésekor igyekszünk minden esetben ezekre választ és megoldást kínálni. A folyamatos fejlesztés eredményeképp a következő verziókiadásokban szembetűnőbb változásokat tapasztalhatnak majd, főként a riportok megjelenésére és struktúrájára vonatkozóan. Ennek első lépéseként a 2023. decemberi verzióban a dashboard Report-lapot újítottuk meg. A visszaérkező igények és észrevételek alapján igyekeztünk egy olyan oldalt kialakítani, ahol ténylegesen műszerfalszerűen jelennek meg az aktuális időszakra vonatkozó információk. Az idősoros és összehasonlító adatokat tartalmazó diagramok helyére kizárólag a kulcsmutató számokat és azok változásait, mint referencia illesztettük be. Ezek mellett olyan oldal kialakítása is cél volt, ahol a felhasználó egyszer át tudja tekinteni az összes feldolgozott területet, és a részletes elemző oldalakra egyszerűen el tud navigálni. Ezeket szem előtt tartva tehát a következő változásokkal találkozhatnak a felhasználóink. Az új verzióban az összes a riportban elérhető adatkör megjelenik valamilyen formában a dashboardon. A korábban is meglévők mellé a juttatás csomag, túlóra és időfelosztás adatok is felkerültek. Jelenleg ez hét adatkörnek az egymás alatti sávokban való elrendezését jelenti, minden sávnak azonos a struktúrája. A cím alatt az adott témának megfelelően az aktuális időszak látható. Az információs ikonoknál rövid leírás jelenik meg az adatkörről, amikor a kurzort az ikon fölé húzzuk. Balról jobbra haladva a következő elem a leginkább relevánsnak gondolt mutatószám a KPI. Mellette a változás adatokat százalékban kifejező indikátorok jelennek meg. Minden mutatószámot az aktuális időszakra vonatkozóan, legyen az év vagy hónap, vetünk össze az előző év azonos időszakával. Az így kapott különbség látható a year over year felirat mellett. Azokban az esetekben, ahol egy adott havi értéket mutatunk be, ott az előző hónaphoz viszonyított változás is látható a Mons over Mons felirat mellett. Az adatok színei az értelmezést, könnyebb feldolgozást segítik. Zöld színnel a pozitív, nullától nagyobb értékek jelennek meg, míg vörössel a negatív százalékos értékek. Az ettől jobbra lévő kártyaobjektum a további mutatószámokat tartalmazza, szintén az adott időszakra vonatkozóan. Itt az objektumban található mezők közé egyszerűen fel lehet venni további specifikus mutatószámokat. A navigációt gombok segítségével valósítottuk meg. A dashboardról egyszerűen át lehet kattintani az elemző riportlapokra, az egyes oldalakról pedig hasonló módon vissza lehet navigálni rá. A szűrések használata nem változott, ugyanúgy tudunk szelektálni a fix és a beállítható dimenziókkal, valamint az év és hónap szűrőkkel. A tartalomra vonatkozóan is történt néhány változás, amelyek főként a fluktuációra vonatkoznak. A fluktuációs kipiájak a dashboardon az utolsó 12 hónapra vonatkozó adatokat mutatják be, naptári évtől függetlenül. A következő kiadásokban megvalósítandó további fejlesztéseinkről hasonló módon fogjuk Önöket tájékoztatni. Bízunk benne, hogy a fejlesztéseinkkel hozzájárulunk üzleti hatékonyságokhoz és sikereikhez. Köszönöm a figyelmüket!